Változékony idő lesz térségünkben a napokban, éjszakánként megnövekedhet felettünk a felhőzet, több helyen csapadékra is lehet számítani, napközben azonban felszakadozhat a felhőréteg és néhány órára kisüthet a nap. Nyírkos, párás reggelekre van kilátás, köd ezúttal nem nehezíti a közlekedést. Az előttünk álló éjszaka többfelé csapadékos lesz, amely a hajnali órákra szűnik meg. Helyenként a szél is megélénkül, átlagosan 11-13 fok közötti értékeket mérhetünk a leghidegebb órákban. Zentán és Magyarkanizsán 11 fokot mutat majd a hőmérő. Az éjszakai értékekhez képest nem várható nagy hőmérsékletkülönbség holnap a nappali órákban. Csapadék napközben nem valószínű, felhős napos időszakok váltják majd egymást. A csúcsértékek 11 és 13 fok között alakulnak. Pénteken mindössze 11 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála napközben, éjszaka viszont átlagosan 7 fokig hűl le a levegő, míg szombaton már csak 9 fok lesz a legmelegebb órákban, éjjel pedig mindössze 4 fokot mérhetünk. A hét utolsó napján vasárnap már csak 8 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig átlagosan 5 fok körüli értékeket mérhetünk. Hétfőn mindössze 6 fok lesz napközben, éjszaka pedig egészen 3 fokig csökken a hőmérséklet. Néhol gyenge fagy is kialakulhat, csapadékra továbbra is számítani kell országszerte. Hasonlóan felhős napos, változékony idő jellemzi a régió országainak időjárását is. Néhol csapadékra is számítani kell, a legalacsonyabb és legmagasabb nappali csúcsértékek is Romániában mérhetők holnap. Míg Kolozsváron csapadékos, felhős lesz az ég 9 fokos csúcsok mellett, addig a fővárosban, Bukarestben 14 fokot mérhetünk. Podgoricán is 14 fokos értékekre lehet számítani, ahol a szél is megerősödhet.